Tisztelettel köszöntöm a tévénézőit. Az év végén az ember mindig számot ad, és hát gondolja, mi is történt vele, mi is történt a településével a hátrahagyott hónapokban. Tehát kicsit összefoglalom én is, hogy mi ócsaiak, mit élhettünk át, hogyan élhettük át ezeket a hónapokat, ezt a 2021-es évet. Mindenféleképpen örömmel közölhetem önökkel, és mondom önöknek, hogy mindent, amit elterveztünk, azt végre tudtuk hajtani. Szerencsések vagyunk olyan szempontból, hogy a vírus okozta helyzet azért a ócsai gazdaságot annyira nem viselte meg. Az adóbevételeink bejöttek, a pályázataink nyertek, így ebben az évben is tudtuk a településünket fejleszteni, szépíteni. Sokat szor fogom elmondani azt, amit már önök hallottak, hogy a utakat tudtunk építeni, legutoljára ugye a Lila Akác utcát aszfaltoztuk le, de a Falu Tamás utcát is megszereztük az államtól, én már önkormányzati tulajdon, és ott is kerékpársávot építettünk, ott is aszfaltoztunk, úgyhogy ezek a projektek, ezeket sikerült megvalósítani. Szívünk csücske a település parkosítása, fásítása, ugye itt az ország fásítás program keretében is sikeresen pályáztunk és nyertünk 30 darab fát, amit a temető mellett ültettünk el, de a Falu Tamás utca felújítása nem csak az aszfaltozásból állt, hanem zöldövezet, zöld felület kialakításával is, úgyhogy ezen a sávon is tovább tudtunk haladni. Az általános iskola udvarát bővítettük, úgyhogy minden olyat, amit elképzeltünk és elterveztük, azt végre tudtuk hajtani. Az év végei feladataink közé tartozik a szociális programjainak a kivitelezése. A napokban fejeztük be a rászoruló családoknak az élelmiszercsomagosztást, valamint szintén a rászorulóknak a tűzifa juttatását is elvégeztük, és akkor gyakorlatilag ez a 2021-es év így lett kerek, így lett egész. Nagyon bízom abban, és úgy is állunk neki a következő évnek, hogy ott is már várnak ránk a projektek, a kisvárosi program keretében elnyert támogatást, el fogjuk majd költeni, és tovább építjük, szépítjük a városunkat. Óriási lehetőséget látok abban, hogy a szabadidőparkban is nagy lépést tegyünk, hiszen van olyan pályázat, amely keretében tudunk majd indulni, és ez segíthet ennek a parknak a elindításával, építésének elindításában, úgyhogy tele vagyunk tervekkel, tele vagyunk ötletekkel. Összefoglalva, egy sikeres és lendületes 2021-es évet tudhatunk magunk mögött, és ugyanezzel a lendülettel vágunk neki a 2022-es évnek. Számos elképzelésünk és tervünk van a településünk további fejlesztéséhez. Végezetül pedig engedjék meg, hogy boldog új évet kívánjak elsősorban minden kedves ócsainak. Köszönöm az elmúlt évi támogatásukat, és számítok önökre a jövő évben is.